És üdvözlök mindenkit, ez itt a Cubefront Studio, és vissza is tértünk volna a Don't Starve Together-be egyedül. Ugye legutóbbi alkalommal gyűjtögettünk, ezt még egyre egy kicsit folytatjuk. Mert kéne még pár arany. Ugye kelleni fog... 3 darab arany kell a... Mi az... Milyen rod az a cucc... Felejtem a nevét. A villámhárítóhoz. Most néha angolul jut eszembe, néha magyarul, össze-vissza. Tehát a villámhárítóhoz kellene még arany, mert 3 darab kell azt hiszem egyhez. És ez azt jelenti, hogy nekünk minimum kéne 9, ami igazából megvan, de máshoz is fog kelleni még ez. Jó, szerintem 11 van itt, otthon is kéne lenni azt hiszem 9-nek, menjünk. Menjünk! Hol a féreg? Hol a féreg? Most én vagyok vak, vagy eddig is sétáltam? Jó, ide is sok. Ó, az igen. Jó, akkor menjünk. Ez lehet, hogy bele fog nyúlni az éjszakába, mire leérünk, de ha megtaláljuk az utat, sárga köves utunkat, ami nem biztos, hogy volt itt. Hopp, itt van. Legalábbis találtam egyet. Akkor kicsit gyorsabb lesz. Igen, itt van ez a kis... ott vannak dolgok, halott emberek meg, stb. Tehát ez a temető rész, ez itt ki lehet ásni a sírokat, ami ugye egyrészt sírrablást, másrészt viszont adnak értékes dolgokat. Jó, igazából kövessük ezt az utat. És néha fölkelnek a kísértetek, hogy visszaszerezzék, amit elvettünk tőlük, úgyhogy bizonyos mértékig megéri, bizonyos határokig megéri kifosztani, de tudni kell abba hagyni. Például amikor rádront 3 szellem, az nem annyira vicces. Jó fele megyek még mindig. Igen, kicsit balrább is itt van. Jó, jump in, és menjünk vissza a táborunkba. Gyártsuk le a ma gyönyörű cooking potot. És... ó, pók farm. Na, a pókok azok jók lesznek nekünk. Nagyon jó. Igazából ide csak hozni kell majd egy... mi van ott? Igazi fight megy ott. Na, ide majd hozunk szépen jó sok csapdát. És majd egy csomó pókhálót fogunk belőle fogni. Illetve azért is nagyon jó ez a sütő edény. Mert... ó, és vissza is értünk. Nagyon jó, tökéletes, hogy ez az útpont itt megy el alattunk. Hát erről nem nagy a táborunk, mit mondjak, vagy mit ne mondjak. Amit viszont megcsinálok most, hogy most megengedem neki, hogy kiássa ezt a nyúljukat. Sőt, szerintem még ezt is megengedem neki. Mert kell lenni fog a hely. És akkor gyorsan legyártjuk ezt a kis sütődét. Először is kell hozzá ugye kő. Méghozzá hely is kéne ahhoz, hogy kő legyen. Ahhoz pedig azt megesszük. Nagyon jó. Akkor most lesz helyünk kavicsnak. Stone. Hány darab kő? Azt mondja, még nem tudunk gyártani, tehát... izét kell csinálni még. Faszenet. Még kő. 4 darab kellett, azt hiszem. 4-et csinálok mindesetre. Jó, what's wrong? Fa. Kéne pár fa, hogy ne álljunk nagyon borzasztóan. Bocsika. Ezt nem szívesen csinálom. A répát kiszedjük, mert megromlik. És megesszük. Ó, ilyen rosszul van kajában. I see, akkor együnk gyorsan valamit. Van csomó kajánk, még nálunk is van egy ilyen békacomb. Igen, kezdünk kifolyni kajából, ami nem nagy baj igazából, mert mindjárt készen lesz a sütőde, és utána pedig meg se állunk. Csinálunk egy kis kifőzdét. Semmi közepén. Jó, akkor lerakom a flintet. A flintek mennek ide. Maybe, yes, igen. Oké, akkor berakom a követ is. Kiveszem Chesterből a maradék 40-et. Ezt is kiveszem. Vegyük ki a kakit is. Why not? Azt mondja, kőbe. Flint az maradjon nálunk, a nitrit az nem kell. Jó, arany. 20 darab arany. Tökéletes. 20 darab arany. Ja, akkor abból tudunk majd csinálni akkor lightning rodokat. A trágyát azt rakjuk egyelőre ide. És akkor... megvárjuk a nappalt. Vágunk fát, meg... ja, kajálni akartam. Ja, igen, ezt nem így kellett volna megennem, hanem megsütni előtte.
Meg kell tennem még, hogy melyik ládában mi van. Gyorsan megsütjük ezt a kevés dolgot, mert a 80 kaja az így nagyon elrepült. Hogyha sokat sétálgatunk, meg fát vágunk, meg ilyen olyan dolgok, akkor gyorsabban megy a kaja lefele. És ja, észre se veszi az ember. Na most igen, igen, most egy kicsit lassabban mennek a nyuszikák befele. Úgyhogy valószínűleg itt ezekre a brekikre fogunk hagyatkozni. A brekik viszont akkor... Igen, ilyenkor kezdenek el csak úgy igazán támadni, amikor jó közel jövünk hozzájuk. Jó, egy breki megvan. Ezt visszaszedem, ezt visszaszedem. És ugye látjátok, hogy a trappek azok folyamatosan használódnak. És... egy idő után újat kell majd csinálni helyére. Az mondjuk logikus igazából, hogy szétdarálják az állatok belülről. Kb. Is próbálják szétdarálni. Te nem falszenet adsz, ugye? Hát nem nagyon. Kéne csinálni egy fákját. Fákját csináljunk azért, mert fel kell gyújtani pár fát majd. De megpróbáljuk, de még azt hiszem az nem működik, jó. Akkor az lesz, hogy most ezt itt szépen... fire it up. Gyorsan eljövünk, mert mi is égünk tőle. És ez a pár dolog itt most le fog égni szépen. És akkor abból kapunk szépen faszenet. Ezt addig elrakom már, akkor nem használjuk. Ez mi a retek volt? Rózsa? Ja, úgy látszik rózsát szedtem föl véletlen. Jó. Ott szépen leégnek. Ja, lehet, hogy az erdő is le fog égni, úgyhogy kiássam ezt a pár dolgot. Így ne tudjon tovább terjedni a tűz. Reméljük, hogy arra már nem fog. És ezt a gyere el a közelében, meghalsz. És belőled csak egy van, tudtam ma. Jó, akkor ezt a pár fát itt szépen elkülönítettük. És akkor most már csak ki kell szépen ezeket majd vágni, hogyha szépen itt abba hagyják az égést. Pillangó! 6 darab kell egy darabhoz. Ha kijön belőle a 12, akkor megtartjuk. Te nyuszi vagy? Te nyuszi vagy? Nyuszit, azt meg kéne nyúzni gyorsan. Így. Gyújtunk egy tábortüzet, hogy megsüssük. Bezzeg a nyuszi meg a béka, hogy kijönnek egymásra. Velem miért nem tudnak kijönni? Így, ezt is megesszük, így most kicsit följebb mentünk. Jó, az nem rossz. Megnézzük, hogy leégette már a tábortűz. Ó, le. Ó, az még nem teljesen. Ne, kiégett az. Faszanom. Mi lehet, hogy nem gyújtaná fő? Jó, megkerüljük szépen, és akkor innen is. Jó, megvan a 6. Nem lesz meg viszont a 12 egyelőre. A 3 híja. Az baj, az ilyeneket meg nem érdemes felgyújtani. Hát én abmondó vagyok, hogy itt szépen ezt itt felgyújtom, ezt az erdőt. Ez úgyis lesz egy külön kis erdőrészünk, amit majd mi használunk. Ez meg hadd égjem. Jó, ezt meg lehet enni a pillangót is, 8 HP-t vissza is ad nekünk. Jó, együk. Benne vagyok. Ez egy jó deal. És akkor a következő lépés. Csináljuk meg a gajagból a farmot. Azt itt alatta csináljuk meg. Ó, ott mennyi nyuszi üreg van. Jó, én a mondó vagyok, hogy itt elkezdem plantolni. Plant. Plant. Aj, de randák! Rohadt élet. Nem úgy működik ez, ahogy én akarom. Valami könnyebb dolgot kitalálhattak volna erre. Gyorsan kiszedjük. Ezt gyorsan kiszedjük. Az egyelőre maradhat. És akkor megpróbáljuk ezt a dolgot úgy lerakni, hogy hát... ja, az így egész tűrhető. Sajnos megszállottja vagyok ennek, hogy ne nézzen ki már randán. Jó. Nem hányom el tőle magamat. Na, maradjunk abban. Jó, ez van. A szenitink megy lefele. Kéne virágot szednünk. És nem megennünk. Az nem lenne rossz. Akkor kaja. Kajával nem állunk még tökéletesen. De a potunk az viszont megvan. Azt gyorsan le is craftolom. Megvan? Valami még kell hozzá. Ó, gaj. Na hát gajat azt nem tudunk szerezni valahonnan a közelből. És szerintem, ha már úgyis leégett így nagyjából az egész erdő, akkor szépen ezekből is összegyűjtünk pár
faszenet, akkor ezzel meg is vagyunk, ezek azt hiszem itt is maradnak. Egy darabig. Vagy nem, mindegy, gyűjtök faszenet most sokat, aztán kész. És akkor most lesz. Ójjaj, kezdek megőrülni. Jó. Gyűjtsük gyorsan össze, és akkor tudunk kettőt is csinálni. És a kettő az jó. Jó, ez mennyi érzik? 30 darab, 31, az igen. Megérte feljutani az erdőt. Ezt ne csináljátok meg a valóságban. Védeni kell az erdőket. És komolyan mondom. Azt mondja, így. Csak itt ugye egyedül élek abban az egész világban, úgyhogy igazából ezt megtehetjük, mert annyi erdő van, meg annyit fogunk még benépesíteni. Jó. Most már van sima fát is kéne szerezni, mert tényleg agymenése lesz a szegény embernek. Hogyha fát vágunk, akkor nagyon gyorsan megy lefele. De 10-et visszatölt minden egyes darabra. És mennyi megy le egy fának a kivágásával? Nem néztem. Akkor még egyszer, azt mondja, most van 77. Hát több mint 10, de mondjuk nagy fákat kell vágni. Ez mondjuk nagyot adott, és több. Tehát nagy fa volt, több fát adott belőle. Isten, hogy beszélek? Na mindegy. Mindjárt este van, és egybe elindul a 11. nap, ami még közel sem az utolsó. Ez most sokkal lassabban megy ez a nap, mint az előzőben. De most, ha jól számolom, a 12-nél kéne abba hagynunk. És a 12-et még le kéne tolni. És még csak a 10. nap van. Oké. Van fánk. Van. Gajat nem szedtem még. Ó, bakker. Na mindegy, akkor most ezt majd másnapra hagyjuk. Szerintem. Mert még erre el tudok nézni. Egy fákja, fákja. Fákja még van egy kicsi. Nem akarok messzire, de szerintem 2 darab kell, vagy 1 darab kell. Én azt így csak össze tudnám gyűjteni. 1 darab kellett, vagy 2? Basszus. Ezt megnézhettem volna, mielőtt elindultam. Vannak ilyen random üzék. Világítások. Jó, mindegy, visszajövünk egyelőre. Megnézzük. Reméljük, hogy 1 kellett. Ha 1 kellett, akkor most meg van már egy üzénk. Kis sütöde. Úgy nézem, igen, elég volt egy. Ezektől nem kell félni, ezek csak itt belógnak. Hogy még nagyobb hangulatot adjon a játéknak. Na! És akkor kezdődhet a sütögetés. Lássuk, van egyáltalán nyers. Persze, és mindig elfelejtem, hogy ez az. Ez jó, mert ezt fel tudjuk használni normál kárnak. Ugye ezt, ha megnézitek, mínusz 15 szerint itt levisz, ami nem jó. De ha ezt berakjuk szépen itt a sütőbe, és még belerakunk még mellé 3 másik komponenst, akkor jó lesz neki. Például a Brekit itt szépen ide kéne csalogatni. Gyere, Breki! Miss Breki. Vagy az... Mr. Breki. Gyere már, te retkes béka! Na, gyere! Itt vagyok, kapjál, ha tudsz. Szép volt. Azaz, megvan a Breka. És elhasználódott vele az izény. Na, nem baj, azt mondja, ezt itt beletesszük. Igen, kajából nem állunk jól, de itt vannak a nyuszik, yeah. Egy nyuszi. Két nyuszi. Bum. Nagyon jó, ezeket itt meg tudjuk nyúzni, be tudjuk rakni, és eszünk egy húsgombócot. Majd nézek valószínűleg későbbiekben recepteket, csak az bizonyos dolgok kellenek majd. Na, ez most egy kicsit ellen lesz, nem olyan sokáig, mint gondolnátok valószínűleg, de azért egy darabig most itt ez itt el fog rotyogni. De mire összegyűjtünk pár szénát, addig meg is lesz szerintem. Aha, már kész is van. Hát elég gyorsan megvan igazából, és nagyon tápláló lesz, mindjárt meglátjátok, hogy ilyen... Jó, nem tudom konkrétan mennyit, de elég sokat fog nekünk visszafizetni. Jó, még széna, még szalma. Csapdát tudok már csinálni? Csinálnék, nagyon szívesen. Ott, mi kell a szalmához? Ja, gaj nincs. Ez szomorú. Gajat kellene gyűjtenem majd akkor. Na, lássuk, azt mondja, itt van a meatball, ami 62 hungert tölt vissza, 3 HP-t és 3 sanity-t. Bum! 100-on vissza van. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megéri ezt használni.
Viszont gajakat kéne gyűjtenem. Á, igen, nem hallok olyan gyorsan, mint én azt szerettem volna. A közepén tartunk, még 10 napunk van igazából. Ami nem rossz. De ilyenkorra már azért a farmjaim jobban állnak. Mondjuk a széna farm az azért nem csinál semmit, mert nem trágyáztam be, illetve a bolyó farm is ugyanezért nem fog semmit csinálni egyelőre. Ez a szomorú. Jó, ezeket is gyorsan felszedegetjük, mert why not? Ezt megnézzük, hogy ki tudom-e ásni, de nem valószínű. Ne, ki tudom ásni! Ójaj, ójaj! Ez azt jelenti viszont, hogy itt most nagy ásatások lesznek. Bocsi, malacok, ezeket itt most elviszem, mert nekem jobban kell. Amúgy a malacokat meg lehet szelíteni majd, úgymond megszelíteni. Ez abból áll, hogy adunk nekik bogyó... Nem, bogyót azt nem, de húst azt. Vagy bogyótól? Nem tudom. Valamitől nagyon megszerettek minket és elkezdenek követni. Abban a reményben, hogy kapnak még tőlünk ételt. És ilyenkor, hogyha megtámadnak minket, akkor ők mellettünk fognak harcolni annak jeléül, hogy mennyire szeretnek minket. Ó, ez rengeteg bogyó, ez rengeteg trágyát kell majd gyűjtenem. És ezért szerencsé, hogy rengeteg miaretek van a közelünkben. Olyan dolog, tudjátok, bölények. Bölének, buffalók. Szeretjük a buffalókat. Azt mondja, kéne még slot neki. Akkor kapjál még slotot. Minket fölkaposgatjuk. Nagyon jó, azt is. Ilyen bokrot még nem ástam ki, szóval nem tudtam, ki lehet. Én azt hittem, hogy ez ilyen táborhoz van rögzítve. De akkor most ezt mind beloptuk, és retkesül el fogjuk vinni a mi táborunkba. Ja, gajak. Azok még mindig kellenének igazából. Hogy addig csapdát nem tudunk csinálni, ameddig az nincsen. Az százas. Az is jó dolog a fenébe. Na nem baj, azt majd később visszajövünk, amikor kell majd modár calitkát csinálnunk. Aztán ahhoz kell majd ilyen papíruszt. És a papíruszt azt meg abba a bajomba tudunk szerezni. Jó, azt mondja, ezt bedobom. Mondom, bedobom, kösz. Ezt felszedem, mert ez, na, erre most nagyon nagy szükségünk van. És keresni kéne még gajakat. Gajak. Ezeket mind betelepítjük oda magunkhoz. A gajakat nem kell trágyázni szerencsére, ugye azok nem... Gyere ide, Chester. Jó. Téged berakok ide, és akkor ezek tudnak szépen stackelődni. Ott van bogyó. Na, ilyen fákat fogok ültetni. Ez a kedvenc fájom. Én nagyon szeretem őket. Így mennyi bogyóbokor van. Na, akkor kezdjük el azt csinálni, hogy ezeket szépen beteszelgetem. És mivel most csak ilyeneket fogunk itt kiásni, meg ilyet. Azért most mennyi bogyónk lesz. Ó, abból nagyon finom kajákat lehet csinálni majd. Meg a répából is. Ú, akkor a bokor ültetvényünk lesz, hogy öröm lesz nézni. Rárakunk majd egy villámhárítót, hogy ne robbanjon szét az egész, amikor jön az első vihar. Jó, és akkor most visszadzsalunk gyorsan. Ó, rohadna meg a világ. Edd meg nyersen most a répát, légy szíves. Kell a hely a slotnak most. Jó, és akkor most gyorsan vissza a táborba. Ami a fölfele lesz, mert mindig a... Nem, lefele lesz? Igen, lefele. Mindig a sárga köves úton. Végig a sárga köves úton. Jó, na akkor szerintem oda is rakunk kaját. Mert bogyóból ugyan nem túl táplálós dolgot lehet csinálni, de lehet csinálni valamit. Húsunk egyáltalán nincsen. Ha csak közben a nyulak, ó, van egy húsunk, ez kifejezetten nem rossz. Ezt felszedem. Hazahozom a nyuszit. Megmutatom neki a sütőt. Nem lehet berakni, mert még él. Hát ez szomorú. Ez még szomorúbb volt. Na. És telerakjuk bogyóval. Ez ilyenkor elvileg nem tudom mit fogadni. Tök random amúgy. És a bokrokat kéne ültetgetni, és másnap meg trágyáért megyünk. Yeah, az nagyon izgalmas rész lesz. Adjunk egy kis helyet, hogy tudjunk a kettő között mozogni, és plant. És most azt, hogy elfordítom. És... Ó, basszus, nem figyeltem. Na, ez Woody-nak a kis titka. Húha. Kérdés, hogy tudok visszavedleni emberré. Tehát Woody valójában egy hód. És azt hiszem... Mindjárt kiderült, meghalok. Ha lejár a cucc, visszaváltozik el. Nem, sebződik. Ijj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 j
Egyet. Jó, tehát akkor gyorsan vissza kéne töltenünk a HP-inkat maxosra. Ez azért jó ilyenkor, mert Woody nagyon gyorsan eszi a fákat, és ja. Viszont visszítja a szenitinket borzasztóan, úgyhogy utána meg tudunk őrülni. Ez így nagyon nem kellett volna, oda kellett volna figyelnem a fákra, de... Igen. Ez azért nem baj a Woodynak, hogy oda kell figyelni. De amúgy jó karakter. Amúgy szeretem! És visszaváltoztunk, pont estére, amikor is lószart se látok, és nincs nálam semmitem, de úgy látom, hogy ilyenkor kapok valami védelmet. Nem, teli hold van! Hú, basszus, mekkora makunk van! Ding, ding, ding. Ebből is húsgombócot kaptam. Na és ezek a hangok azok, amikor az őrület határán vagy. Most azt csinálom, hogy szerinted az vissza nem csak HP-t. Most kéne gyűjtögetnünk pontosan. Ez mi volt? Csak az izémet ejtettem el, az majd nem rossz. Na, reggel, tökéletes. Most virágot kéne gyűjteni. Kérdés, hogy merre vannak virágok? Azt mondja, virágok méhek közelében vannak, méhek pedig erre lefele voltak, azt hiszem. Ja, jó, ja, honnan jöttünk? Ott a féreg. Tökéletes, akkor ez a féreg, ezt a féreg fiúkat itt most. Kockázatos, de meg kéne néznünk, mert itt a közelben nem hiszem, hogy lesznek méhecskék. Ja, nem, eléggé szé közelben vagyunk, közepén vagyunk. Na, hát akkor lehet, hogy a negyedik rész végére, itt vége is lesz körülbelül a Donszár. Na, virág, yeah! Egy virág. Igen, már előbb kellett volna csinálni ezért koszorút. Nem lett volna rossz, de... Hát, ha túléljük ezt a nehéz dolgot, az a baj, hogy megint fát kéne ennem, és nincs túl sok fám jelenleg. Jó. Nekünk most virág kell elsősorban. Jó, azt mondjam, átjöttünk ide, és fölfele kéne nézni, mert arra vannak inkább a méhek. Ugye a méhek azok mindig ott vannak, ahol van virág is. Tehát, hogyha majd akarunk csinálni... méhes... méheket, vagy bármit. Azt hiszem túl fogjuk élni. Ha meg lesz a 12 virágunk, onnantól kezdve már viszonylag egyszerűen. Megvan a 12? Nem, még 8-nál tartunk csak. Akkor itt az az óriási mékos, ami nem tudom, hogyha megütöm, akkor gondolom... megöl konkrétan. Jó, 12! Yeah! Akkor virágkoszorul, és akkor kicsit tovább tudunk élni, azt hiszem. Nagyon jó, kezd kitisztulni a kép. Ezt el is hozom. És szerintem elindulok visszafelé? Elindulok visszafelé, vagy nem? Azokkal nem akarunk harcoskodni, mert azok ilyen gusztustalan dolgok. Azt mondja... Ú, ez is nagyon jó fa! Te kell lesz nekem. I need you. Na ez a fa, ez olyan, hogyha kivágod, akkor gajat is ad. És ez valami nagyon ritka. És nem tudom, hogy kaptam belőle egy tobozt. Nagyon jó, nagyon jó. Na most ugye megkövetkezem még egyszer ez a végzetes eset. Ezt eldobom. És ezeket a fákat szépen felszedem, és megeszem. Jó, nagyon ügyes vagyok. Na igen, hát erre majd figyelnem kell szépen, hogy ne menjen a szenitim ennyire le. Szenitim, tehát függőségem van. Egy ilyen faevő függőségem. Nem túl egészséges, de... Amúgy hasznos tud lenni, mert hogyha van egy nagyon szép erdőd a közelben, akkor azt gyorsan kivágod magadnak, gyorsan megeszel egy csomó fát, és rekt. És ki van vágva egy csomó fa. Jó, ez most annyira nem tűnik olyan nagy dolognak, de később, amikor kelleni fog, akkor egy ilyen nagy erdőt letarolsz vele egy másodperc alatt igazából. És ha közelben vannak neked virágaid, mert majd lesznek, akkor jó leszel. Na, induljunk el visszafele. 12. nap, le kéne zárni? Nem, most már ez ilyen hosszabb rész lesz, és akkor mivel ugye bejött ez a kis incidens, aminek nem kellett volna annyira bejönnie. De sajnos így. Jaj, a rohadt anyátokat. Ne bántsátok Chestert, különben visszamegyek. Amúgy nem. Jobban félek tőlük, mint hogy visszamegyek. Szerencsére Chester az követ engem. Úgyhogy addig, amíg követ, addig nincs nagy probléma. Imádom ezt a bajomot, ide akartam letelepedni, ez micsoda? Az egy jégbot. És körbe van véve... ilyen csúnyákkal. Az igen. Meg van jelölve?
Nem nagyon. Kár. Na, merre kell mennem? Fölfele. Túlmentem, de nagyon. Istenet, túl jöttem. De ezeket most nem fogjuk piszkálni, az biztos. Később, hogyha majd kicsit jobban leszünk látva fegyverekkel talán. Ja, még a szerintem nem tökéletes sajnos. Főleg miután még vissza is ugrottam ebbe a szarba. Hát most ez van. Márpedig most vissza fogunk ugrani. Reméljük, hogy a virágkoszorú egyelőre tartani fogja majd, most lefele megy pont amúgy. De kéne csinálni olyan kaját, ami visszatolja majd nekünk szépen a szenitit. Azt hiszem, azt meg lehet, hogyha csak bogyót rakok bele, akkor is ad valami értelmes kaját. Ezt mindjárt le is teszteljük. A másik drog, amit meg abba hagytam, az ez volt. Meg tudom ölni a nyulat? Nem, most már nem. Azt mondja, hogy leteszünk ide egy ilyet, meg ide egy ilyet, meg ide... Hát ide rakunk most, akkor legyen már szimmetrikus, ha már egyszer csináljuk. Jó. Nagyon, nagyon zseniálisan szexin néz ki. És akkor elveszük Chestertől szépen ezeket a bokrokat is, és ezeket is hova leültetjük. Ezeket azt hiszem, hogy sűrűbben lehet rakni. Elforgunk. És... Jó, a sűrűbben az nem annyira igaz, mint vártam. Jó, akkor most itt bepozícionáljuk ide. Oksi... Ez most azt hiszem nem kutya, hanem ez csak az elmém játszik velem. Ami szintén nem annyira jó. Mindjárt éjszaka van, nem baj, ezt most már lepakolom. Még igazából van egy csomó. Gyere ide. Még van itt, azt mondja... 8 darab. Jézusom, ez rengeteg bokor lesz. Rengeteg dolgot meg kell védeni, ahhoz kell ásnom ahhoz, hogy tovább tudjam pakolni. Ide még tudok rakni, ide... Ide nem. Azt mondja, elforgatjuk és rakunk ide is. Hogy van ez? Mondjuk akkor rakunk ide. Azt reméljük, hogy nagyjából jó lesz. Oda meg lehet megint berakok egy lightning rodot, mert ez olyan nagy ez az ültetvény, hogy ide lehet, hogy fog kelleni több is. Jajjaj. Azt hiszem, ezt az utolsót elégetem. Ó, milyen sokat adott. Na! Tehát! Úgy állunk, hogy nem túl jól, mert a szenitim az megy lefele. Ezzel majd csinálunk valamit, hogy ne így legyen. Lehet, hogy azt mondja, tudtunk csinálni valamelyik kis helyen ilyen szélcsengő, szél akármicsoda fogalmam sem, hogy ez mi volt igazán. Ezt ki kéne próbálni, hogy az viszi föl a szenitinket, hogyha szépen futkosok. Hányszor fussak rád? Akkor megvárom, hogy begyere. Szóval, meg kéne találni ezt a dolgot. Oké, köszönöm. Szóval, jó, fával jól állunk, kajában nem állunk, szarul, főleg itt van a bogyópürénk. Ez ad 3 HP, és szerintem is ad vissza, jó, igazából nem rossz, csináljunk még egy adagot. Bogyó az van. Kajával nem állunk rosszul, igazából szerintem miatt jó. Van olyan, ami nagyon sok HP-t és nagyon sok szerintét tölt vissza, ezeket majd megnézem, ezeket a recepteket később. Most fejből nem tudom. Ja, igen, keresni akartam azt a dolgot. Itt van. Lássuk, mit csinál ez a cucc. Nem viszi fel a... hogy hívják a ma? Azt mondanám már, hogy az a szenitit nyomatja fölfele, mert hogy ez olyan jó szórakozás. És nézd, elkezdett fölfele menni. Na jó, akkor ezt még holnap pörgetem egy picit. Hát ez tök menő. Hát, tök aranyos. Aj, de cuki. Na, igen. Szóval ez lett volna a mai rész. Remélem tetszett a videó, tetszett, dobjatok rá egy lájkot. És csak így tovább, srácok. Sziasztok!